társadalom kutatóként vagy elemzőként az érdekelt, hogy a társadalom hogyan képes a változásra. Tehát hogyan megy az igazi társadalmi változás, nem az, hogy a hogy véres forradalmak mit kényszerítenek rá mondjuk, vagy diktatúrák egy társadalom, hogy a társadalom magától hogyan változik meg. És itt nagyon sokféle elgondolás van, nagyon sokan azt gondolják, hogy nem tud megváltozni, hanem vannak pályák, és azok a pályákon löki őt előre a gazdasági, politikai, meg egyéb kényszer. Van, aki azt gondolja, hogy nagyon sok függ az értékrendünktől, az értékrendszerünktől, ami változhat és változtatható. Itt egy nagyon nagy vita van. Az értékszociológusok azt gondolják, hogy ez a legfontosabb. Tehát a vulgár marxista tézis eszemben, mi szerint a lét határozza meg a tudatot, inkább az ellenkező, a tudat határozza meg a létet. Egyre többen gondolkoznak azon, hogy az a viselkedés és gondolkodásmód, amit a kapitalizmusnak ez a mostani váltfaja képvisel, ez hogyan alakítható át, ezt tudnunk kell, hogy mik a gyökerei. Ugye hát egy 500 éves történetről van szó, nagyjából akkor jött létre ez a típusú kapitalizmus, amiben vagyunk, aminek az egyetlen célja, vagy a fő mozgatója a profit motívum, ami önmagáért való nyerészkedés. És ami gyakorlatilag oda vezetett, hogy elsöpört az útjából majdnem minden akadályt, bekebelezett egy csomó szűz területet, tehát gyakorlatilag alig van már, amit meghódíthat, és majdnem mindenki és minden áruvá vált. Erre mondhatjuk azt, hogy ennek megvannak akkor az aszimptótái, ez már tovább nem sokáig mehet. De közben ugye ökológiailag is tönkretette azt a környezetet, amiben élünk, és ez egészen mély felismerésekre vezet nagyon sokakat. Tehát nem ideológiai alapon, nem azért, mert mondjuk létre akarnak hozni egy szocialista világrendet a kapitalista helyett, hanem környezeti szempontból azt mondják, hogy nem szabad így élnünk és fogyasztanunk és gondolkodnunk, nem szabad tovább rablógazdálkodást folytatni, pazarlóan élni, olyan termékeket vásárolni, amiket aztán eldobunk és amik nem lehet újra hasznosítani. Tehát nem szabad a rombolást folytatni, tessék máshogyan viselkedni. Nagyon érdekes példa, hogy amikor csináltam ezeket az interjúkat a nagyon híres multiknál, az IBM-nél voltam azt hiszem, és vissza kellett mennem másik interjúra, és az egyik menedzser, akivel előző nap beszélgettem, az éppen ráért, és ezt vártam, és beszélgettünk erről a kitörő válságról. Ő kezdte magától mondani, hogy de jó, hogy van egy kis földje, egy IBM-es top menedzser, hogy ott kapálni fog, önellátó lesz. Mindenkiben van egy ilyen, szerintem egy ilyen, jó értelmet, atavisztikus ösztön, vagy egy ilyen biológiai közelség, vagy egy ilyen természetközeli hozzáállás. Azt gondolom, hogy nem lesz ez olyan nehéz, tehát hogy az ember tudják, hogy mi az, ami természetes és normális. Én hiszek abban, hogy ennek a mostani állapotnak van egy zöld alternatíva, ezt ugye nagyon sokan mondják Amerikában is, és Európában is, a Green Deal, a Green New Deal, a zöld új deal, ami egy nagy közhely, egy nagy szlogen most, de ami megtölthető tartalommal. Azt hiszem, ami az önellátáshoz, az önerőre támaszkodáshoz, a szomszédságok és a kisebb hálózatok együttműködéséhez is kapcsolható, és ez az előbbiekben kifejtett hálózatosodásnak, alulról jövő hálózatosodásnak az egyik elágazása lehet, az egyik eredménye lehet. Tehát a régi struktúrák helyett újakat kell kitalálni, és én nekem ez a mániám, hogy a kutatás, meg az egyetem és az egyetemi képzés, és hát nyilván mindennek a disszeminálása, a szétterjesztése. És itt azt akarom csak mondani, hogy igazából a lehetőségeink korlátlanok, hát nem tudják ezeken a területeken teljesen megkötni a kezünket. Teljesen új típusú egyetemeket kéne csinálni például. Ez is hálózatos elv alapján működhetne, hogy egy diák tanulmány során 4-5 egyetemen is tanulhatna, ha ezek az egyetemek egymással hajlandóak együttműködni és közös diplomát adnak ki. Miért ne? Ez folyik. Mi benne vagyunk egy ilyen kísérletben. Például a Bolognai Egyetem csinált egy ilyet, hogy most már 6. országot veszi be. Szentpétervár most csatlakozott hozzá, egy litván egyetem van benne, Ljubljana Egyetem, Grácz Egyetem.
és mi ott Kőszegen és Szombathelyen, és ott a Corvinus Egyetem, a diákok bárhova mehetnek. Feltétel az, hogy az angol mellett még egy kis nyelvet megtanuljanak, a saját nyelvük is az angol mellett még egy regionális kis nyelvet megtanuljanak. Ez például jó példája annak, hogy milyen irányokban lehet és érdemes menni, és hogy erre ráéreznek a fiatal generációk.